Igen. Mert ugye a Duriéknál 10 éve kezdődött a tacsi szerelem. Akkor került hozzájuk Buszti. A család négylábú barátja annyira befészkelte magát a szívükbe, hogy úgy döntöttek, tenyészteni kezdik a fajtát. Azóta szóba sem jött, hogy másfajta kutyájuk legyen. Az első anyakutyánknál, aki ugye most már elpusztult nála, azt hiszem 5 alom volt, a Szuzinál pedig eddig még 2, és tavaszra várjuk tőle a harmadikat, úgyhogy hát reméljük, hogy nem az utolsó is lesz, úgyhogy még sokat szeretnénk, meg terve is van még a Fifinél is majd 1 év múlva. Náluk évente egyszer tavasszal születnek tacskókölykök. A kutyáknál 62 nap a vemhességi idő. Emiatt Dóri szerint a legideálisabb február-március környékén fedeztetni a nőstényeket. Így már kellemes, meleg időben születnek meg a kicsik. És bár ősztel is van tüzelési időszak, ők nem vállalják a kockázatát annak, hogy megfázzanak a kölykök. Rettentően családbarátok is annyira tudnak szeretni, hogy nagyon... Én akárkinek ajánlanám, hogy tacskója legyen, meg hát ugye rengetegen úgy vannak vele, hogy félnek a nagyobb testű kutyáktól, és a tacskó meg ugye visszaadja azt, hogy egy kis testben egy hatalmas szív igazából, de tényleg. Ezek a kutyák nagyon irigyek egymásra, és hogy ezt abból lehet észrevenni, hogy a Fifi konkrétan egy trükköt fejlesztett ki, hogy elhatárolja magát a többi kutyától, és még több szeretetet kapjon. Fifi, gyere ide! Fifi! Ilyenkor teljes féltékenység van, teljesen az emberen kell lennie, és akkor ilyenkor teljes szeretet, igaz? Dóri szerint kis teste ellenére remek házőrző a tacskó. Azonnal jeleznek, ha ismeretlen jön. És persze akkor is, ha megérkezik a postás. Gyakran előfordul, hogy még a rokonokat is megugatják. Biztos, ami biztos. Úgyhogy mindig tudjuk, mikor megy a mentő, mert arra pontosan szinkronban történik a vonyítás, ugyanazzal a hanglejtéssel, ahogy a mentőnek szól a szirénája, és az utánozó van, amik ő hallja. Nagy a tádon a tapasztalatok szerint egyre kevesebb a nagy testű kutya. Leginkább a kertes házakban fordul elő. Ott, ahol kifejezetten házőrzőre van szükség. Az egyik helyi kisállatkereskedés tulajdonosa szerint azonban ezt az anyagi háttér is befolyásolja. Én úgy vettem észre az utóbbi időben, hogy előtérbe helyeződtek a kis testű kutyák, ugye mert a legtöbb embernek most már úgy gondolom anyagi gondjai is vannak a kutyatartás terén, tehát egy kis kutya keveset fogyaszt, könnyű vele bánni, kis helyet foglal el, és nem utolsóban meg lehet vele jelenni, fel lehet öltöztetni, lehet vezetgetni, és nem okoz gondot a családi háztartásba az ellátása. Akik tenyészetből vásárolnak fajtatiszta kutyát, gyakran azzal szembesülnek, hogy nagyon drága táppal etetik őket. Ezek megvásárlása sokaknak gondot okoz. Szerencsére sok olcsóbb, de minőségi eledel van már a piacon, ami jóval elérhetőbb. Ami nekem a szívfájdalmam, hogy nehéz őket rábeszélni, hogy adjanak húst is annak a kutyának. Ha így nézzük, egy kis testű kutya, hát egy ilyen kutya, nem tudom, kilótól 3-4 kilóig terjed a tömege lebontásba. Hát ez csak a gazdától függ. Ugye mert nem csak a tápot számoljuk bele, a kaját, hanem amit mellette adnak, jutalomfalatokat, finomságokat, ingyentségeket, a divatos fogtisztító rudacskákat, ugye aminek gyakorlatilag semmi értelme szerepe, én szerintem, de erre is költenek. Hát ez súlyos ezrek. Én azt hiszem súlyos ezrek. És ez még csak a kis testi kutya. A kis testű kutyák közt divatos például a Yorkshire Terrier. A hasonló termetű kutyák leginkább azok körében kedveltek, akik kisebb lakásban élnek. Számukra ideális társak ezek a kutyák. Náluk azonban rendszeres program kell, hogy legyen a sétáltatás. Ezt a legtöbb nagyatádi a Széchenyi Parkban teszi meg. Sokan szeretnének fajta tiszta kutyát. Számukra megbízható forrást jelentenek a helyi tenyésztők. Nekik saját egyesületük működik a városban. A taglétszám az nem nagyon tükrözi magát a tenyésztést.
Itt nem a szaporításra gondolok, hanem a magáról tényleges tenyésztésről, a tőskönyves kutyáknak a tenyésztésről, amit a MEOSZ és a Világszövetség, az FCI felügyel. Ez a gazdasági válság előtt ez Nagyatád és környékén megközelítette a 100 főt is, most azért lecsappant egy olyan 40 főre. Ebbe a környező települések is beletartoznak, de akad a tagok között Barcsi és Csurgói is. A környékbeli adottságok miatt az Egyesület foglalkozik vadászkutyák tenyésztésével is. Így Nagykanizsán, Zalaegerszegen, sőt Pécsett is akadnak olyanok, akik a Nagyatádi Egyesület tagjainak mondhatják magukat. Hát Nagyatádon van az őrzővédő fajtákból körülbelül, aki úgy most aktív még úgy tenyészget, egy 2-3 fő. A vadászkutyákból van több, itt a Atádi Egyesület és környékén az ilyen 10-15 fő. Itt konkrétan Atádon most, amik úgy aktívabban van, 4-5 fő, akinek neves tenyészete van. Köztük van József is. Ő az egyik legkisebb termetű vadászkutya tenyésztésével foglalkozik, már nagyon régóta. A Cunninghen tacskókat eredetileg nyúlvadászatra tenyésztették ki. De mindenki ezt akarja, és mindenki lánykutyát akar, én nem tudom, hogy miért, de hát ahogy születnek, nem lehet bele látni, hogy na mégis mi lesz, hogy lesz, mik lesznek. 43 év. Most 44 lesz, január 4-én. És hát ebben az egyfajtában, a hosszúszőrű Cunninghenben, ebbe háromszoros aranykoszorús mestertenyésztői címet értem el. A rövidszőrűekben is, de azokat nem számoltam össze. Biztos abban is megvan. A fiú kutya, őt Zeusnak hívják, de más a törzskönyvén. Ezt őt is másképp hívjuk. József munkássága során leginkább a kis testű kutyák domináltak. Bár akadt néhány nagyobbacska fajta is az évek alatt. Régen nagyon komolyan német juhásszal, aztán az előtt dogokkal foglalkoztam, és ott is szép eredményeket értem el. Ide költöztünk, ugye először bérlakás volt, és hát ilyen helyekre nem lehet nagy testű kutyát, ez kínzás. És akkor úgy gondoltam, hogy kutya kell, de hát akkor már kicsi legyen. Akárhogy is döntünk, kis kutya, nagy kutya, nem vesszük hiába. Ha házőrzőre, vadászkutyára, vagy egyszerűen a magányos napokon egy társra van szükség, egy kutya mindig könnyen az ember legjobb barátjává válik. Ül. Pacsit. Ó, kösz vágy.